Önök a Balassa magazint látják, köszöntöm nézőinket. Hetente virítják majd fel a beteg gyerekeket a pirosorú bohóc doktorok a szekszárdi kórházban. A segítők nem csak a gyerekek gyógyulását, hanem az orvosok és az ápoló személyzet munkáját is segítik. Jó napot kívánok, én doktor Bizsú vagyok. Jó napot. Most? Tadá! A piros orrbohóc doktorai a szekszárdi Balassa János Kórház gyerekosztályán őrrendeztetik meg a beteg gyerekeket ezentúl heti rendszerességgel. Szerintük ugyanis egy betegség, kórházban való tartózkodás vagy egy fájdalmas beavatkozás gyakran próbára teszi a gyerekek, de még a felnőttek lelki erejét is. A humor és a nevetés éppen ezekben a helyzetekben tud segíteni és utat nyitni a bizalom és a belső életerő felé, vallják a piros orrbohóc doktorai. Az alapítvány tudományos és művészeti ismeretekre alapozva képezi ki a bohóc doktorokat, akik beteg gyerekeket és időseket látogatnak kórházakban. Ők egyébként színészek, akik folyamatosan képezik magukat. Alapképzésünknek a nagy része az színésztréning, bohóc technika, illetve olyan eszközök használatot kell nekik megtanulniuk, mint amilyen mondjuk a zene, hangszerek, vagy apróbb zsonglőr trükkök, vagy művész mutatványok. És tulajdonképpen ez a képzésnek a nagyobbik része, ezután következik pszichológiai képzés, szociológiát is kell nekik tanulniuk, illetve alapvető egészségügyi ismereteket, ez nagyon fontos része, és a gyakorlatra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a képzésnél. Az alapképzés után, akik dolgoznak kórházban, bohóc doktorok, nekik is folyamatos továbbképzés van. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt tréningben maradjanak, másrészt, hogy folyamatosan fejlődni tudjanak, harmadrészt pedig azért, mert hogy az évek során változnak a gyerekek is, változnak az igények, és szeretnénk erre minél jobb válaszokat adni. Kórházakat rendszeresen, heti rendszerességgel látogatja két bohóc doktor mindig a csapatból. Ez azt jelenti, hogy minden kórháznak megvan a napja és a pontos időpont, hogy mikor érkezik a két bohóc doktor. Amikor megérkeznek, akkor az első nagyon fontos része az, hogy a nővérekkel, orvosokkal az osztályon megbeszélik azt, hogy mi az az aktuális információ, amire nekik szükségük van, tehát tudni kell azt, hogy van-e valami különleges dolog, amire figyelniük kell. Ezután elmennek az öltözőbe, átöltöznek, kicsit bemelegítenek, és aztán elindulnak a kórházban, és mindegyik osztályt szobáról szobára végiglátogatják. Az, amit ők a szobában csinálnak, az alapvetően improvizáció, egy improvizatív játék. Ennek a fő célja az, hogy az atmoszférát megváltoztassák, és ezáltal oldják a szorongást, oldják a stresszt, nem csak a gyerekekben, hanem ugyanúgy a szülőkben is. Ezekben a bohóc játékokban ők megpróbálják bevonni a gyerekeket, tehát a gyerek aktív részese is lehet. A legfőbb, legfontosabb hatás az, hogy elfeledteti azt, amiben éppen benne vannak, azt a helyzetet. Ugyanis annyira aktív játékhelyzet ez, ami ilyenkor történik, és annyira aktív van a jelen idő, hogy könnyű megfeledkezni arról, ami éppen a szorongás, éppen a fájdalom, éppen a félelem. A már 23 éve működő szervezetnek idén novembertől nyílt lehetősége, hogy a szekszárdi Balassa János Kórház gyerekosztályát is látogassa. Először a fővárosban kezdtük el a munkát, és ahogy terjeszkedtünk, ahogy bővültünk, fontosnak tartottuk, hogy vidéki kórházakban is elvigyük a nevetés gyógyító erejét a gyermekeknek. Pécsre már 15 éve járunk, és nagyon régóta felmerült az igény bennünk is, hogy szekszárdi kórházban is kellene látogatni a gyermekeket. Jelenleg jutottunk el arra a pontra, hogy már az anyagi fedezete is megvan ennek. Számunkra az nagyon fontos, hogy ha valahol elkezdjük a munkát, akkor nem csak egyszer-egyszer megyünk oda, hanem rendszeresen, hétről hétre, minden héten járunk a gyerekekhez. Egy kórházi jelenlét, hogyha az embernek kórházban kell tölteni az időt, még egy felnőttnek is nagyon megterhelő. Pláne egy kisgyereknek, akit elszakítanak az otthoni környezetéből, egy gyerek annyira nem is tudja, hogy azok a beavatkozások, azok mivel járnak. Tehát nagyon komoly szorongás alakul ki a gyermekekben.
És nem csak a gyermekekben, hanem ugyanúgy a szülőkben is, hiszen egy szülőnek nagyon nehéz betegen látni a gyerekét. És akkor ebbe a környezetbe, ebbe a steril kórházi millióbe jönnek be a bohóc doktorok, és hoznak egy kis vidámságot, életörömet, és a gyermekek pár perc erejéig teljesen megfeledkeznek arról, hogy ők hol vannak, hogy betegek, hogy fájdalmuk van. És hát a szülőknek is ez egy hatalmas nagy segítség, hogy a gyereküket végre mosolyogni látják, és nem csak a szülőknek fontos ez, hanem ugyanúgy a kórházi személyzetnek, az orvosoknak, az ápolóknak. Hiszen hogyha ők egy vidám gyermekkel találkoznak, akkor sokkal hamarabb beindul a gyógyulási folyamat is. Ezt tudományos tények bizonyítják, és mi ebben abszolút hiszünk, hogy így hozzájárulunk a beteg gyermekek gyógyulásához. Egy kórháznak a heti szintű látogatása, a rendszeres látogatása az több millió forintba kerül. Itt ugye a bohóc doktoroknak a honoráriuma, a bohóc doktorok kiképzést is kapnak, tehát mi azt is beleszámítjuk, illetve a kellékek, a piros orrok, amiket ők használnak a munkájuk során. Egy ilyen kórház kezdés az mindig drágább, hiszen itt új bohóc doktorokat is fel kellett vennünk, és a kezdetektől kiképezni őket. Kutya mondja, wow, wow. Cica mondja, miau, miau. Tehén mondja. Valaki? Ne, mú. Kacsa mondja. Mú. A gyerekek utógondozásában is nagy szerepe van a hétfőnkénti piros órú bohóc doktorok tevékenységének, mondta Harangi Ferenc, a gyermekosztály főorvosa. Én azt gondolom, hogyha hazamennek és meggyógyulnak, és visszagondolnak a kórházi napokra, akkor biztos, hogy ez fog elsőként bennük fölmerülni, hogy itt milyen jó percek is voltak, nem csak a kellemetlen vizsgálatok és kezelések. És ugye csak a szépre emlékezünk, mi felnőttek is így vagyunk, eltelik egy kis idő, és utána a rossz dolgokat szívesen elfelejtjük, és általában nem azokat emlegetjük föl elsőként a régmúltból, hanem ami szép volt és jó volt. És hát harmadik dolog, én azt hiszem, hogy a dolgozók szempontjából is nagyon kedvező, hogyha ők itt vidám hangulatot teremtenek. Egyrészt könnyebbé teszik a gyerekekkel való foglalkozást, másrészt a mi jó hangulatunk is elősegíti, hogy még jobb munkát végezzünk. A Piros Orr Bohóc Doktor Alapítvány keretein belül 35 bohóc doktor dolgozik, akik az elmúlt 23 év alatt közel 350 ezer beteg gyermeknek, valamint több ezer idős embernek vitték el a gyógyító nevetést. Igen, ez a Tolna megyei Balassa János Kórház üzemeltetési osztályának néhány munkafázisát követtük végig. Előző részünk folytatása következik, mely által megismerjük azokat a munkapontokat, feladatokat, amelyekre nem gondolunk, amikor a kórházban járunk. Egy kórház működtetésében nagyon fontos szerepe van a higiéniának és a folyamatos üzemeltetésnek. Az egyik ilyen fontos állandó üzemeltetés a Szekszárdi Kórház műtőblokkjainál az áramellátás megszakítás nélküli fenntartása. A fokozott biztonsággal és egyenletes, megszakítás nélkül ellátott fogyasztókat, ilyenek például a műtőblokkok, szünetmentes áramforrásokon keresztül táplálják. A Tolna megyei Balassa János Kórházban 9 ilyen részleg található. Most a műtőblokk tetőterében vagyunk, és a háttérben a klímaberendezésekhez tartozó csővezetékeket láthatjuk, amik a műtőblokkban lévő 9 darab műtőnek a steril levegőjét szolgáltatják, illetve a légcseréjét. Itt történik a levegő
eljuttatása ugye megfelelő helyre, és a levegőnek a kezelése. A műtőkben steril körülményeket kell tudni biztosítani. A karbantartás az gyakorlatilag folyamatosan zajlik, itt gyakorlatilag ventilátorok vannak, vezérlőberendezések, érzékelők, a ventilátoroknak az égszíjai kopnak, kopóalkatrészek, ugye előfordul meghibásodás, kondenzvíz elvezetéseknek az ellenőrzése, stb. Stb. Leggyakoribb az ezek az égszíj cserék, ugye azok folyamatosan kopnak, aztán ilyen eseti, tehát nem releváns, nem tudnék jellemző hibát mondani, mindig más hiba lép fel gyakorlatilag. A tetőtérben került még elhelyezésre gőzfejlesztő berendezés, ami a sterilizáláshoz elengedhetetlenül fontos, tehát az orvosi műszereknek a sterilizáló gépeit látjuk el itt gőzzel, illetve szintén a tetőtérben van még kazánházunk, ahol ugye az épületnek a fűtése, illetve a szükséges használati melegvizelő állítás történik. És nem a tetőtérben, de a tetőtérből kilépve egy lapos tetős részen van még a klímaberendezéshez tartozó hűtőberendezés, amit úgy tudnék egyszerűen elmondani, hogy gyakorlatilag ez egy otthoni split klímához hasonló a kültéri egység, ami ugye a hidegért felelős magyarul. Nagyon fontos az például, hogy a gőzfejlesztőbe megfelelő minőségű víz kerüljön be, ugye az üzemidő, tehát a kazánnak az élettartamát, ugye ez nagyban befolyásolja. Vízlágyítás, vízkezelés itt zajlik, és ez gyakorlatilag a kollégák folyamatosan ellenőrzik. Só utánpótlás, berendezés ellenőrzés. Az üzemeltetési osztály munkatársai számos külső és belső problémát orvosolnak. Ilyen a patológia előtt található óriási fagyokér eltávolítása is. A patológiánál ugye probléma volt az, hogy a csapadékvíz nem tudott elfolyni. Ez különböző problémákat okozott, itt például itt a járdát, illetve a mögöttünk levő támfalat erodálta. A problémát azt a patológia mellett levő három darab fenyőfa okozta, aminek a gyökere gyakorlatilag elzárta a csapadékvízelvezető rendszernek az útját, amit most föltártunk, és a Viszmajor keretből ezt meg is tudjuk valósítani, ami körülbelül 10 millió forintos keret, de ez az egész patológia körüli járdát érinti, illetve lépcsőket. A támfalépítés kapcsán itt találtunk egy óriási nagy tuskót, ami gyakorlatilag a hírközlő vezetékre épült rá, és az eltávolítása során, mivel útba volt, sérült sajnos a hírközlő kábel, és aminek a javítását már elvégeztük, úgyhogy most meg fog történni a visszatöltése, illetve a rekonstrukciója. Gyakorlatilag ők már itt a támfal építés kapcsán ilyen különféle megerősítéseket, illetve ilyen betonozási munkák előkészítését végzik, alapozást. A lépcső az már elkészült, annak a kizsalózása nem régen történt meg, és hát nyilván a többi lépés fog következni. A Szekszárdi Kórház üzemeltetési főosztály egyik egysége a műszerész csoport. Alapvető feladatuk a kórház orvostechnikai műszereinek berendezéseinek javítása, karbantartása, időszakos felülvizsgálatok elvégzése. Ennek a C-éves, röntgen képerősítő orvostechnikai műszernek a javítása is a feladatkörükbe tartozik. Emellett a tévék, nővérhívók és egyéb elektronikai berendezések javítása, üzemeltetése is ide tartozik. Az itt dolgozóknak folyamatos üzemeltetés mellett kell ellátni a hibaelhárítást. Éves szinten körülbelül 2800-3000 hiba jelentés érkezik, és ezen hibák 90%-át helyben tudják javítani. Ezáltal a berendezések viszonylag rövid kiesési idővel ismételten a gyógyítást szolgálhatják. Évente 10 millió ember hal meg magas vérnyomás, szaknyelven hipertónia miatt világszerte. Több mint felük nem tudott arról, hogy ilyen betegsége van, mivel sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket. Ám az elhanyagolt betegség számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. A harmadik szekszárdi hipertónia napokon az ország neves szakemberei két napon keresztül értekeztek a magas vérnyomás okozta betegségek kezeléséről, felhívva a figyelmet a néma gyilkosként emlegetett betegségre. A legegyszerűbb mellékhatás, ami kialakulhat, az a úgynevezett Potter-szindróma.
Magas vérnyomással, szaknyelven, hipertóniával küzdő kismama gyógyszeres kezeléséről tartott előadás Várbíró Szabolcs egyetemi docens. A budapesti második számú szülészeti és nőgyógyászati klinika orvosa azt mondja, a terhesnők 3-8%-a szenved magas vérnyomásban, vagyis ez körükben gyakori betegség, és gyorsan is tud romlani. Akár életveszélyes betegség is kialakulhat belőle. 150/95 fölött szoktunk adni gyógyszeres kezelést. A alacsonyabb magas vérnyomás esetén elég lehet az életmódi kezelés, de hogyha hozzáadott rizikófaktorok vannak, vesebetegség például, vagy immunbetegségek, egyéb betegségek, akkor azért alacsonyabb vérnyomás értékeket, tehát a 140-150 közötti vérnyomást is kezeljük. Lehet olyan krónikus betegsége valakinek, ami önmagában magas vérnyomást okoz. Ez általában a 20. hét előtt jelentkező vérnyomásoknál, magas vérnyomásnál tudjuk azt, hogy az egy eredetileg is emelkedett vérnyomás volt. A 20. hét után viszont a méhlepényre adott kóros vérnyomás reakció, tulajdonképpen tekintetjük úgy is, hogy az apai antigénekre való kóros reakció, és az egyébként későbbi évekre jelentkező magas vérnyomás és szívérrendszeri kockázat összeadódásából jelentkezik a 20. hét után egy terhességi magas vérnyomás, vagy preeklampszia, ami a terhességi magas vérnyomásnak egy szövődményes változata. A terhességi magas vérnyomás legsúlyosabb formája az úgynevezett eklampszia, ami egy ilyen görcsrohammal járó hipertóniás krízis, magas vérnyomásos krízis. Hát általában egy szoros ellenőrzéssel a terhességi magas vérnyomás elcsíphető és kontrollálható, illetve befejezhető a terhesség akár szülés, akár császármetszés révén, mielőtt ez a forma kialakulna. Ha nem kezeljük, akkor anyai és magzati halálhoz is vezethet, tehát okozhat méhen belüli elhalást, lepényleválást, vérzéses szövődményeket, akár a súlyos magas vérnyomás az anyáknál is ugyanúgy, mint terhességtől függetlenül is okozhat akár agyvérzést, tehát komoly betegségek jelentkezhetnek, és ezeknek az időfaktora viszont szokatlanul rövid. Vagyis még egy átlag embernél a magas vérnyomás több mint 10 év alatt okoz agyvérzést, addig egy kismamánál néhány hét alatt alakulhat ki ez a krízis állapot. De nem csak a kismamák magas vérnyomásának kezelésével foglalkoztak a szexádi konferencián. A harmadik alkalommal megrendezett rendezvény alcíme Célértékek, célszervek volt. A magas vérnyomás ugyanis sorra megtámadja az ember szerveit, különböző betegségeket okozva. Az ország különböző pontjairól érkező neves szakemberek előadásai éppen ezen tematika mentén haladtak végig, mondta a rendezvényt életre hívó Korai Egészségvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Balassa János Kórház kardiológusa Benczúr Béla. Következő szekcióban a hipertónia és a szívbetegségek kapcsolatáról fogunk hallani. Utána az agyi keringés, tehát nagyon-nagyon érzékeny a agyi struktúrák, az agyi érhálózata a magas vérnyomásra, a vérnyomás ingadozásokra, úgyhogy mind a szélütésben, mind a szellemi képességek hanyatlásában, a kognitív képességekben is sajnos ugye hosszú távon nagyon korai eltéréseket, hanyatlást tud előidézni a magas vérnyomás, de perifériás érbetegség, vese, tehát nagyon-nagyon sok olyan szervrendszer van, amely egy jól kontrollált vérnyomással egészséges tudna maradni, viszont főleg amiatt, hogy ez a némagyilkos nem ad magáról sokáig hírt, nagyon hamar kialakulnak a szövődmények, és a beteg a szövődményei miatt kerül orvoshoz, és akkor már egy picit ilyen tűzoltó feladatot kell végeznünk, semmi nem a megelőzésen van akkor már, hanem a erélyteljes kezelésen van akkor már a hangsúly. A fiatal rezidensek képzését is szolgálja a kétnapos rendezvény, tette hozzá Benczúr Béla. Helyben élők bizonyára érzékelik és tudják, hogy egy kicsit most itt a vesebetegek ellátása meggyöngült, hiszen vesztettünk el kollégákat, kimentek körzetbe, más feladatuk lett. Tehát az általam vezetett közös osztály, kardiológia és nefrológia egy kicsit most meggyengült, de azon vagyunk, hogy utánpótlást neveljünk, találjunk, és örvendetes módon vannak fiatal orvosok. Például a délutáni szekcióban fiatal rezidensek fognak előadni, nem feltétlenül a mi osztályunkhoz tartozóak, de nálunk is vannak már újak. Tehát az ő képzés ez a kétnapos rendezvény azt gondolom maximálisan szolgálja. Évente 10 millió ember hal meg magas vérnyomás miatt világszerte. Több mint felük nem tudott arról, hogy hipertóniája van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!